Drew Karpszin, Revan. Második fejezet. Mi alatt Murtok vezetésével Scourge nagyúr az erődítmény folyosóin lépdelt, minden tőle telhetőt megtett, hogy kirekessze tudatából a vállából szétsugárzó fájdalmat. Hogy elterelje róla a figyelmét, a környezetére összpontosított, abban a reményben, hogy megtudhat valamit Darth Nihilisről, mielőtt szemtől szembe áll vele. Az erődöt a Sith arisztokrácia ízlésének és kívánalmainak szellemében tervezték és építették. Hosszú, széles folyosók, boltíves mennyezetek, számtalan impozáns acélajtó. Valamennyi zárva volt, hogy elrejtse a mögötte levő helyiséget. A folyosókat méltóságteljes, erős színekkel dekorálták. Minden vörösben, feketében és bíborszínben pompázott. A kövezetet méregdrága szőnyegek borították. A falak mentén látható festményekre, szobrokra és holóképekre bármelyik múzeum büszke lett volna. Murtok gyors iramot diktált, így Scourge kevés időt kapott a műalkotások tanulmányozására. Ugyanakkor a néhány lépéssel mögötte haladó szekkel kérés nélkül tett egy-egy utó megjegyzést azokra a művekre, amelyek előtt éppen elhaladtak. Ez a mellszobor a hírhedt ugrott ábrázolja. A hadúr nagyjából 10 évvel ezelőtt hűségesküdt tett az úrnőnek, miután ő birodalmi sereget vezetett ugrott szektorába, hogy elföltsön egy kitörni készülő lázadást. Ez a holokép Ressa királynő ajándéka. A Drezi uralkodója ezzel köszönte meg, hogy Darth Nihilis megkenyelmezett a királyi családnak, miután a birodalom meghódította azt a bolygót. Igaz, a férjét kivégezték, de a királynő és gyermekei életben maradtak. Ez a portré Darth Nihilis egyik győzelmének állít emléket, amikor is, felismerve, hogy Szekel magyarázataiból nem nyerhet igazi bepillantást, Scourge kizárta a tudatából a szolga hangját. Ettől függetlenül méltányolta azt, amit maga körül látott, és azt is tudta, hogy az úrnő miért hivalkodik így gazdaságával. A sötét tanács tagjaként a birodalom 12 legfontosabb és legbefolyásosabb személyisége közé tartozott. A kincsek a rátermettségét, a képességeit igazolták, és arra emlékeztették a látogatókat, hogy magasrangú, nagyhatalmú teremtményházában járnak. A folyosókon számos őrszem állt, akik fejet hajtottak Murtognak, amikor elhaladt előttük. Az előkelők palotáin belül általában nem őrködött ennyi fegyveres, de a történtek fényében Scourge nem csodálkozott. Inkább azon tűnődött, hogy Murtog a legutóbbi támadást követően vajon megnöveli a számukat? Bár egyelőre arról sem volt meggyőződve, hogy az imént újabb merénylet történt. A sötét oldal a szenvedélyből és az erős érzésekből táplálkozott. De ezeket tompítani kellett hideg fejjel elvégzett elemzésekkel és józan érveléssel. Mialatt újdonsült úrnője felé tartott, Scourge gondolatban megpróbálta összeilleszteni az egyes darabokat, hogy teljesebb képet kapjon, ám azok sehogy sem illettek egymáshoz. A feltételezett gyilkosok az udvarban csaptak le, nyíltan elárulták a jelenlétüket, amikor még az erőd vastag falán és erősen őrzött kapuin kívül tartózkodtak. Még ha neki nem is sikerült volna megállítani őket, nem törhettek volna be az épületbe, hogy végezzenek Nihilisszel. Ez azt jelentette, hogy valószínűleg nem az úrnő volt a célpont, hanem ő maga. De kitört az életére és miért? Murtok tűnt a legvalószínűbb jelöltnek. Ember létére meglepően magas rangot ért el Nihilis szolgálatában. A pozíciója csak nem felért azzal, amit Scourge kapott. A nagy úr annak idején az akadémián az első leckék között tanulta meg azt, hogy szinte mindig a vele egyenrangúak a legveszélyesebb vetétársai. Akár erőhasználók, akár nem. És Murtognak minden oka megvolt arra, hogy fenyegetve érezze magát. Eleddig nem sikerült megtalálni az úrnője elleni merényletek megrendelőjét. A kívülálló megérkezése nyílt kihívást jelentett számára. Arról árulkodott, hogy kételkednek a képességeiben. Márpedig hogyan szabadulhatott volna meg hatékonyabban egy lehetséges vetélytárstól, mint hogy megöleti és ezzel bebizonyítja a teljes alkalmatlanságát. Mindez magyarázattal szolgált arra, hogy Murtog miért nem nyitotta ki a kaput, és miért lövette le a katonáival a zsoldos nőt, aki már-már eljutott a megadás határára. Scourge ugyanakkor nem csupán Murtogra gyanakodott. Biztosra vette, hogy Szekelt ugyanilyen önvédelmi ösztönök vezérlik. Valószínűnek vélte, hogy ha sikerrel teljesíti a küldetését, jutalmul állandó állást kap,
és akkor rang tekintetében messze felülmúlja a Sith tanácsadót Darth Nihilis házának hierarchiájában. Szekelnek valamikor a múltban sikerült találnia magának egy zugót a szitek társadalmában, és azóta nyilván elszántan harcolt, hogy megtarthassa az állását. Tőle nem lehetett mást várni, mint hogy mindent megtesz, ami csak hatalmában áll, hogy félreállítsa vagy megsemmisítse az idegent, aki veszélyt jelent a pozíciójára. Scourge a légikikötőben saját szemével látta, hogy Szekel szót is vált a zsoldosokkal. Akkor úgy tűnt, félretereli őket a magasrangú, frissen érkezett vendég útjából. A nagyúrban most felvetődött a gondolat, hogy a fickó talán adott nekik még néhány utolsó utasítást. Szintén gyanakvásra adott okot a tény, hogy Szekel túlélte az udvarban lezajlott összecsapást. Persze talán csak szerencséje volt, vagy vérbeli gyávához méltó módon rendkívül fejlett túlélő ösztönökre tett szert, de azt is el lehetett képzelni, hogy a zsoldosok vigyáztak, nehogy őt is tűz alá vegyék. Murtok befordult a következő sarkon. A Scourge vállában lüktető fájdalom mind erősebbé vált, ahogy a páncélja folyamatosan dörzsölte megégett bőrét. Mégis lépést tartott az ömök férfival. Nem akarta kimutatni a gyengeség semmiféle jelét. Ez a folyosó magas és széles, absztrakt féldombor művel díszített ajtóban végződött. Az összes többihez hasonlóan ez is zárva volt, viszont azokkal ellentétben ennél két Sith tanítvány őrködött. Nihilis alig ha tudta volna bármivel rávenni a Sitheket, hogy végrehajtsák egy közönséges emberi lény utasításait. Így Scourge biztosra vette, hogy a tanítványok nem tartoznak a biztonsági főnök alá. Ugyanakkor egyikük sem mozdult, hogy megállítsa a feléjük tartó férfit, ami arra utalt, hogy Murtog kivételezett helyzetet élvez Darth Nihilis palotájában. Murtog egyenesen a bejárathoz lépett és halkan bekopogott, majd lépett egyet hátra és alapállásba helyezkedett. Mialatt a választ várták, Scourge rájött, hogy van egy harmadik lehetőség is, mégpedig az, hogy Murtog és Szekel együtt tervelte ki az udvarban lezajlott támadást. Az akadémián gyakran megesett, hogy a gyengébb tanítványok összefogtak, hogy az erőiket egyesítve győzzék le egy-egy tehetségesebb társukat. Igazán nem esett nehezére elképzelni, hogy valami ilyesmi történt az imént odakint, az erőt falain kívül. Pillanatnyilag azonban sehogy sem győződhetett meg arról, hogy melyik elmélete a helyes, ha egyáltalán helyes valamelyik. Azt viszont pontosan tudta, hogy mostantól nagyon kell vigyáznia. Az ajtó kinyílt, és egy fiatal Twi'leket pillantott meg. A lány fekete köpenyt viselt, amelynek hátát és mellét Nihilis címere díszítette. Egy-egy vörös körbe foglalt, bíbor színű négyágú csillag. A nyakán keskeny soggal lér csillogott. De a státusa még enélkül is azonnal nyilvánvaló volt. Egész egyszerűen a faja miatt. Amikor annak idején a nagy hipertéri háború utolsó napjaiban a Sithek minden fronton visszavonultak és gyakorlatilag kimenekültek a galaxisból, rengeteg foglyot hurcoltak magukkal, akiket a korábbi győzelmeik után szedtek össze a köztársasági világokon. Ezek a foglyok, főleg emberek és Twi'lekek, életfogytig tartó rabszolgaságra ítéltettek. A császár parancsára egyetlen rab sem kaphatta vissza soha a szabadságát, és a szülők státusa átöröklődött a gyermekeikre is, nemzedékről nemzedékre. Ezen utasítások miatt sohasem lehetett kétséges, hogy bármelyik Twi'lek miféle szerepet tölt be a birodalomban. Mindegyik rabszolga volt, mert olyan ősöktől származott, akik nem tudták megvédeni magukat a Sith betolakodóktól. A rabszolga féltérdre ereszkedett, és a kövezetre szegezte a tekintetét, mialatt Murtog, Scourge és Szekel belépett a helyiségbe, majd becsukta mögöttük az ajtót, és behúzódott az egyik sarokba. A fényárban úszó kisebb fajta terem dolgozószoba vagy könyvtár lehetett. A falakat polcok borították. Az ősrégi, száraz deszkák meghajoltak és deformálódtak a rajtuk lévő kincsek súlyától. Scourge szinte a száját tátva bámulta a gyűjteményt. Az akadémián töltött évek alatt mindössze egyetlen igazi könyvet látott, egy legalább 10 000 éves kötetet, amelyet akkor írtak, amikor az első sötét Jedik megérkeztek a Dromund Kaasra. Azt a könyvet felbecsülhetetlen értékűnek tartották, az akadémia legfontosabb, legféltettebb kincsei közé tartozott. Itt a könyvek tucatjával, ha ugyan nem százával sorakoztak a bejárattól balra eső fal polcain. A legtöbb nagyméretű volt és vastag. Alapjaikat bőrborítás védte, és Scourge sejtette, hogy egyiket másikat nem értelem és érzések nélküli állatok bőrébe kötötték.
Kivétel nélkül őrséginek látszottak, de kiváló állapotban őrződtek meg, még ha helyenként a kopás jeleit viselték is magukon. A jelek arra vallottak, hogy Nairis többször is átlapozta már valamennyit. A jobboldali falra szerelt polcok még régebbinek és kényesebbnek tűnő tárgyakat tartalmaztak. Helyenként megsárgult pergamenek fügtek finom drótcsipeszeken. Másutt összegöngyölt tekercsek lapultak áttetsző hengerformájú tokokban. Egy üvegtárolóban több kötet hevert, amelyek védelem nélkül talán porrá omlottak volna, ha egy erősebb húzat végig söpör a helyiségen. Ám a teremben nem csupán régiségek akadtak. A bejárattal szemközti falat hololemezekkel és adatkártyákkal zsúfolásig megtölt tárolószekrényt akarta el, míg a helyiség közepét csúcsminőségű, modern számítógépállomás foglalta el. A félköríves pultnál görnyedt alakült, a tekintetét a képernyőre szegezve. Nem lehetett más, mint maga Darth Nairis. Bőszabású köpenyének csukjáját a fején viselte, a hosszú, szintén bőrruha ujjak eltakarták a kezét és az ujjait, mialatt megnyomott egy-egy billentyűt vagy gombot a konzolon. Murtog és Szekkel egyetlen hanggal sem hívta fel magára a figyelmet, és Scourge úgy döntött, hogy utánozza a viselkedésüket. Mindhárman mozdulatlanul, néma csendben álltak, mialatt Nairis továbbra is a számítógép monitorára összpontosított. Köpenybe burkolt alakja, eltakarta a képernyőt, így nem lehetett megállapítani, hogy mit tanulmányoz ennyire elmélyülten. Scourge azonban így is sejtette, hogy mi lehet az. Darth Nairisről sokan tudták, hogy jártas a Sith mágia ősi művészetében. Az akadémián töltött idő alatt Scourge felfedezte, hogy sokféle módon lehet meríteni az erőből, és sokféle módon lehet felhasználni azt. Őt a természetes képességei a harcos útjára vezették. Megtanulta, hogyan formálja az érzéseit hatalommá, és hogyan bocsásson ki magából halálos energialöketeket. De más tanítványok, akiket az inkvizitorok készítettek fel, teljesen másfajta tanokkal és tudástanyaggal ismerkedtek meg. Évezredekkel korábban a sötét oldal hívei megtanulták, hogy egy sor bonyolult rituáléval hogyan foghatják munkára, és hogyan formálhatják saját céljaikra az erőt. Ezen tudások révén hatalmukban állt kontrollálni az ellenségeik elméjét, és néha még magát a valóságot is el tudták torzítani. Az ősi tudás java része elveszett, de azok, akiknek sikerült feltárniuk néhány régi titkot, jutalmul rendkívül kifinomult, roppan hatékony hatalomra tettek szert. A birodalomban az a hír járta, hogy a Dromund Kass örökös viharainak az az oka, hogy a császár időről időre végrehajtja ezen szertartások egyikét. Scourge nem tudta, hogy ez igaz-e, azt viszont igen, hogy Darth Nairis azért nyerte el a helyét a sötét tanácsban, mert olyan tudást birtokolt és olyan dolgokhoz értett, mint rajta kívül senki más. 3-4 perc elteltével Nairis eltolta magát a pulttól, felállt a székéről és az ajtó felé fordult, közben méltóság teljes lassúsággal lehúzta fejéről a csukráját. Az urna ábrázata láttán Scourge kis híján felsziszent. Noha mindent megtett annak érdekében, hogy palástolja a megdöbbenését. Hozzá hasonlóan Nairis is tiszta vérű szit volt, ám az arcán mély ráncok húzódtak, az álnyúlványai szikkadtan, élettelenül lógtak. A bőre jócskán megfakult, inkább rózsaszínben játszott sem, mint vörösben. Továbbá nagy, sötétbarna májfoltok tarkították. Scourge nem tudta, hogy Nairis hány éves. Bár úgy hallotta, hogy majdnem 2 évtizede tagja a sötét tanácsnak. Nála régebben csupán 2 nagy úr teljesített szolgálatot azon a helyen. Ennek ellenére arra számított, hogy azt a harcias szépséget fogja megpillantani, akit az udvarban álló szobor ábrázolt. Ezzel szemben egy aszott mádár ijesztő állt vele szemben. Önkéntelenül eszébe jutottak az egyik akadémiai mentorának szavai. Módodban áll rá kényszeríteni akaratotod az előrőre. De ezért gyakran fizetni kell. A sötét oldal legerősebb szertartásai akkor árat követelnek, amekkorát csak kevesen hajlandóak megadni. Aztán arra gondolt, hogy Nairis talán nem is olyan öreg, mint amilyennek látszik. Egész életében a Sith mágiai titkait kutatta, és azok révén megszerezte magának a birodalom egyik legmagasabb pozícióját. Ám ez a tevékenysége egyben kiszívta belőle a fiatalságot és az életerőt. Nem ezt vártad? Kérdezte Nairis, mintha olvasott volna a nagyúr gondolataiban, és ravasz sejtelmes mosolyra húzta szikkadt hámló ajkát.
Megviselt vonásaival ellentétben a hangja erősen, határozottan zengett. Továbbá a gerincét tökéletesen egyenesre húzva, rezzenéstelenül állt. Éles, átható tekintete még jobban rácáfolta megjelenésére, és ezen jelek nyomán Scourge arra a következtetésre jutott, hogy az úrnő szándékosan hagyta, hogy a külseje ilyenné alakuljon. Számos módon megőrizhette volna a fiatalságát és a szépségét, és könnyűszerrel megengedhette volna magának ezeket a módszereket, ha úgy akarta volna. Ehelyett úgy döntött, hogy hagyja a testét idő előtt megöregedni. Vagy nem érdekelte egy olyan felszínes dolog, mint a vonzó külső, vagy büszkén viselte magán a sötét oldal pusztító hatásának jeleit, amelyek mintegy elképezték mindazt, amit megtanult és amit elért. Bocsáss meg, úrnőm, felelte Scourge, alázatosan fejet hajtva. De a megérkezésen pillanataiban történt egy incidens, amely kissé megzavart. Nagyon jól tudom, hogy mi játszódott le az udvarban, felelte Nyriss, a terem közepén fénylő képernyő felé biccentve. A monitoron egy megállított felvétel képe látszott. A nagyudrat ábrázolta, és az összecsapás első pillanataiban örökítette meg az erőd egyik biztonsági kamerája. Meglehetősen gyorsan és hatékonyan bántál el az orgyilkosokkal. Scourge a pillanat tört részéig habozott, mielőtt válaszolt volna. Beszélni akart Nyriss-szel a gyanúiról, de nem murtog és szekel jelenlétében. De még ha nem is álltak volna mellette, veszélyes lett volna szilárd bizonyítékok nélkül megvádolni őket. Nem érték volna el a jelenlegi pozíciójukat, ha az úrnő nem bízott volna meg bennük valamilyen szinten. Erős a gyanúm, hogy nem ez volt az utolsó, ilyen jellegű eset, mondta végül, gondosan megválogatva a szavait. Úgy látom, megsebesültél, állapította meg Nyriss, amikor észrevette a nagy urválán sötétlő égésnyomot. Szükséged van orvosi kezelésre? A seben várhat, felelte Scourge. Nem súlyos, a fájdalom pedig hidegen hagy. Inkább folytatnám ezt a beszélgetést. Nyriss helyeselve bólogatott és közölte. Szeretném hallani a támadásról szóló elemzésedet. Talán kiderül belőle, hogy ki állt a háttérben. Sokkal könnyebb dolgunk volna, ha Murtok katonái nem ölik meg a zsoldos nőt. Pontosan akkor, amikor már arra készült, hogy megadja magát, válaszolta kissé indulatosan a Scourge. Murtok felkapta a fejét, de csendben maradt. Úgy gondolod, hogy Murtok hibát követett el? Erősködött Nyriss. Talán némiképp túlbozgó módon igyekezett elhárítani a közvetlen veszélyt, felelte diplomatikusan Scourge. Szekel vékonyka hangon felkacagott, de Nyriss zordon pillantást vetett rá, mire nyomban elhallgatott. Folytassuk ezt a beszélgetést négy szem közt, mondta ekkor az úrnő, és egy kurta intésével elbocsátotta Murtogot, illetve Szekelt. A két férfi gyorsan meghajolt és az ajtó felé fordult, amit a Twi'lek lány már is kinyitott nekik, majd becsukta mögöttük és visszavonult az ugába. Nyilván szeretnél elmondani nekem valamit, jelentette ki Nyriss, miután kettesben maradtak. A titkolózásnak és a forténak is megvan a helye a nap alatt, de most, amikor velem beszélsz, teljes őszinteséget várok el tőled. Scourge engedelmesen bólintott. Hadd találgassak, folytatta Nyriss. Úgy gondolod, hogy a saját háznépemből is érintett valaki, esetleg többen is. Senki sem áll minden gyanú felett, ismerte el Scourge. De feltételezem, hogy te már alaposan megvizsgáltad valamennyi szolgádat és testőrödet. Ha valaki bűnös lett volna, mostanra minden bizonnyal kiderítettél volna valamit. Örülök, hogy nem tekintesz teljességgel ostobának. Hitem szerint az udvarban lezajlott merénylet nem ellened irányult, közölte ekkor Scourge. Azt hiszem, a zsoldosokat arra bérelték fel, hogy velem végezzenek. És miután Murtok vetélytársnak és veszélyforrásnak lát téged, magától értetődően feltételezed, hogy ő áll a háttérben. Lehetséges. Vagy talán Szekkel a megrendelő. Vagy ők ketten együtt dolgoznak. Ezt mégis mire alapozod? Elsősorban közvetett bizonyítékokra. De az ösztöneim azt súgják, mindez elég ahhoz, hogy cselekedjek. Arra számítasz, hogy átadom neked a két legmegbízhatóbb szolgámat, nem alapozva semmi másra, mint a megérzéseidre? Az ösztöneim ritkán tévednek, jelentette ki Scourge. Megérdemeltem a hírnevemet. Tehát mit javasolsz, mit tegyek? Bocsássam el a biztonsági főnökömet és a tanácsadómat? Vagy végeztessem ki őket? Scourge-nak,
Hirtelen az a benyomása támadt, hogy ez a beszélgetés voltaképpen egy vizsga, és Nairis megpróbálja felbecsülni őt a válaszai alapján. Ha valóban ez volt a helyzet, készen állt, hogy megfeleljen a kihívásnak. Ostobaság lenne szilárd bizonyítékok nélkül megszabadulni olyan értékes hívektől, mint amilyen Murtog és Szekel, válaszolta megfontoltan. De szeretnék lehetőséget kapni arra, hogy kihallgassam mindkettőjüket. Egy jó vallató bármit ki tud szedni az alanyból, válaszolta Nairis. Még azt is, ami nem igaz. Csak hogy kínzással kicsikart, hamis vallomásokkal nem mennék semmire, érvelt tovább Scorch. Nekem az igazságra van szükségem, és ügyelnék arra, hogy ne okozzak maradandó testi vagy mentális sérüléseket. Gondolom, amennyiben ártatlannak bizonyulnak, szeretnéd ugyanolyannak visszakapni őket, mint amilyenek most. Hogy képességeik birtokában tovább szolgálhassanak téged. A Nairis arcán átsuhanó helyeslő kifejezés meggyőzte Scorch-ot arról, hogy megfelelő választ adott. Ettől függetlenül a vizsga még nem ért véget. Ha megengedném, hogy kikérdezd őket, kivel beszélnél először? A biztonsági főnököddel, Murtoggal. Miért éppen vele? Ha bűnös, őt könnyebb lesz megtörni. Nairis meglepetten felvonta a szemöldökét és megkérdezte. Úgy gondolod, hogy Szekel tovább bírna a vallatást, mint Murtog? Scorch tudta, hogy ez feletté valószínűtlennek hangzik. Egy kiképzett, tapasztalt harcos elméletileg sokkal többet bírt, mint egy gyáva talpnyaló. Kettejük közül Murtog tűnik erősebbnek, válaszolta megfontoltan. De a fájdalom elviselése csak is a legegyszerűbb és legkevésbé hatékony vallató módszerekkel szemben hasznos. Léteznek sokkal kifinomultabb és sokkal hatásosabb eljárások is arra, hogy válaszokat kapjunk. Murtogot, mint a legtöbb katonát, nyilván kiképezték arra, hogy álljon ellen a vallatásnak. Én ismerem ezeket a technikákat, és tudom, hogy hogyan hatástalanítsam őket. Más részről viszont Szekel sokkal kiszámíthatatlanabb. Ránézésre gyenginek és tehetetlennek tűnik, de meglepően magas rangot ért el, méghozzá azért, mert ravasz, találékony és rendkívül értelmes. Sok időbe telne, mire megérteném, hogyan működik az elméje. Meg kellene ismernem minden trükkjét, mielőtt csapdát állíthatnék neki. Az ő kihallgatása sokkal körülményesebb és bonyolultabb eljárás lenne, mint Murtogé. Lenyűgöző okfejtés, jegyezte meg Nairis. Ugyanakkor ezekre a kihallgatásokra nem lesz szükség. Scorch értetlenül merett az úrnőre, aki folytatta. A zsoldosokkal kapcsolatban igazad volt, de én már tudom, ki bérelte fel őket arra, hogy az életedre törjenek. Kicsoda? Én. Te, kiáltotta meglepetten Scorch, mert a vallomás teljesen váratlanul érte. A második merénylet után Murtog és Szekel talált egy nyomot. Eredetileg arra béreltem fel a zsoldosokat, hogy menjenek végig rajta. De mielőtt megtehették volna, a császár úgy döntött, hogy közbeavatkozik. Rákényszerített, hogy vonjalak be téged az ügybe. A megérkezésednek köszönhetően túl sok lett körülöttem a kívülálló. Így aztán Szekelen keresztül utasítottam a zsoldosokat, hogy töröljenek le téged a képről. Tekints vizsgának. Hát persze, mormolta Scorch, mialatt gondolatban elátkozta magát a rövidlátása miatt. Eredetileg azt feltételezte, hogy Nairis azért hívta ide, mert hallott a korábbi állomás helyén elért sikereiről. Ha ez igaz lett volna, az úrnőnek nem kellett volna személyesen meggyőződni a képességeiről. Ám az igazság másként festett. Ahogy a maga Nairis mondta, ő csak is azért került ide, mert az uralkodó így akarta. Ezt tekintetbe véve nem csodálkozhatott azon, hogy az úrnő bizonyítékot akart az alkalmasságáról. Ha sikerült volna megölniük, akkor nem lettél volna méltó arra, hogy engem szolgálj, magyarázta Nairis. Ha te ölöd meg őket, azzal bebizonyítod, hogy csak a pénzemet pazaroltam rájuk. Abból indultam ki, hogy akármi történik is, én megkapom a megfelelőbb jelöltet a munkához. Scorch a legkevésbé sem haragudott azért, amit Nairis tett. Épp ellenkezőleg, csodálta érte az úrnőt. Csak azt sajnálta, hogy nem vett észre semmit a mesterkedéseiből. Túl sok időt töltöttem a Dromund Kastól távol, mondta halkan. Megfeledkeztem a szitek módszereiről. A távol töltött idővel nyerted el ezt a mostani állásodat, emlékeztette őt Nairis. Nem csupán azzal, hogy eltapostad a lázadókat és elimináltad a vezéreiket.
A császár azért választott téged, mert tudta, hogy távol voltál az itteni politikai élettől és a sötét tanácstól. Téged nem szennyezett be semmiféle szövetség egy titkos mesterrel, aki talán összeesküvést szőtte ellenem. Ettől lettél olyan jelölt, aki ellen nem tiltakozhattam. Mindezt kissé lenéző modorban mondta, mintha Scorch politikai tapasztalatainak hiánya személyes gyengeség lett volna. Talán az is volt. Nairis közel 20 éven keresztül sikeresen megtartotta a pozícióját, amihez legalább annyira vasság és intelligencia kellett, mint nyers erő. Hozzá képest Scorch esetlen jóhiszemű gyereknek érezhette magát. Ugyanakkor ez a felismerés felizgatta. Most, miután túlélte Darth Nairis váratlan beavatási szertartását, talán esélyt kap arra, hogy a manipuláció egyik nagymesterétől tanuljon. Feltéve, ha mindketten életben maradnak. Az imént említetted, hogy találtatok egy nyomot, mondta, gyorsan áttérve egy másik, fontosabb témára. És utasítottad a zsoldosokat, hogy kövessék. Nairis nem válaszolt azonnal. Legalább egy percig némán tanulmányozta a nagy úr arcát. Ismered a legutóbbi merénylet részleteit? Kérdezte végül. Az egyik pincérdroidodat kicserélték egy másolatra, felelte Scorch, felidézve az adatokat az emlékezetéből. A droid egy sugárvetőt rejtett a burkolata alatt. Úgy programozták be, hogy azonnal tüzeljen, amint tiszta lövéshez jut. Ám a lövedék céltévesztett, és az egyik szolgádat terítette le. Az eddigi legjobb főszakácsomat. Azóta sem találtam senkit, aki pótolhatná, válaszolta Nairis, és lerít róla, hogy valóban sajnálja az elveszített szolgát. Rögtön a merénylet után a droid törölte a memóriáját. De Szekelnek sikerült behatolni annak a magjába, és kimentett onnan bizonyos adatokat. Meg tudta határozni, hogy kiprogramozta a droidot? Azt nem, de azt igen, hogy hol készült. Egy magánkézben lévő gyárban, a Hallionon. Scorch hallott már erről a bolygóról. A közelmúltban meghódított világok közé tartozott, a birodalom alig 10 évvel ezelőtt szállta meg. A bolygón egyelőre még tartott az a nehézkes és bonyolult folyamat, amelynek során a magánvállalatokat bevonták a birodalmi gazdasági rendszerbe. Semmi kétség. Nem lehetett nehéz meggyőzni egy droidgyár tulajdonosát, hogy vágjon oda egyet a birodalomnak, mielőtt az kiragadja a kezéből a vállalatának irányítását. És most azt akarod, hogy menjek oda és nézzek szét azon a telepen, találgatott Scorch. Nem, a telepet Szekel fogja ellenőrizni, tisztázta Nairis. Miután bejut, behatol a számítógépes hálózatba és kideríti, hogy kirendelte meg a droidot és kifizetett érte. A zsoldosokat arra bérelten fel, hogy juttassák be őt a gyárba. Ez a feladat most te rád vár. Mikor indulunk? Hamarosan. Átküldök egy anyagot a szálláshelyedre, amelyből megismerkedhetsz a részletekkel. És küldök egy sebészdroidot is, az majd rendbe hozza a válladat. Scorch bólintott, mire Nairis minden további szó nélkül hátat fordított neki, és visszatelepedett a számítógépe elé. Scorch néhány másodpercig csak álltott, és igyekezett összeszedni magát, hogy feldolgozza mindazt, amit a történt vele, és amit hallott. Nem Szekel és Murtok tervelte ki a kapunál lezajlott támadást, de ez korán sem jelentette azt, hogy nem fognak össze ellene. Még mindig betolakodónak számított, veszélyes vetétársnak az úrnök egyeiért folytatott versenyben. Biztosra vette, ha a két alak lehetőséget kap arra, hogy végezzen vele, tétovázás nélkül megteszik. Hirtelen megérezte, hogy valaki finoman meghúzogatja a köpenyét a könyökénél. Lepillantott, és a fiatal Twileket látta maga mellett. Az ajtó már nyitva állt. A lány szótlanul kikísérte őt a helyiségből, és becsukta mögött az ajtót. Szekel a folyosón várta. Scorch nagy úr, mondta elegánsan meghajulva. Megtiszteltetésnek venném, ha elkísérhetnélek a lakosztályodhoz. Ígérem, útközben nem fog sor kerülni újabb rajtaütésre. A hangja, mintha gúnyosan csengett volna. Scorch erős késztetést érzett, hogy visszakézből szájon vágja a pimasz nyomorultat, de gyorsan rájött, hogy azzal súlyos hibát követne el. Nairis többre tartotta Szekelt, mint őt, legalábbis egyelőre. Emiatt előbb bizonyítania kellett az úrnő előtt, addig nem engedhette meg magának, hogy a helyére tegye a tanácsadót. Mutasd az utat, parancsolta. A hangja határozottan gőgösen zengett, és mégis a lelke mélyén kezdtek feltámadni a kételyek. A Dromund Kalszra való megérkezése nem úgy zajlott le, ahogyan tervezte.
itt és most. Korán sem volt olyan egyszerű a helyzet, mint annak idején az akadémián, vagy akár a határmenti régiókban. Itt még egy szekelféle silányszitet is jobban megbecsültek, mint őt, ami azt jelentette, hogy ő egyszerre kiszolgáltatott és feláldozható. Rendkívül óvatosnak kellett lennie. Máskülönben nem is remélhette, hogy elég sokáig életben marad ahhoz, hogy elnyerje Darth Nihris kegyeit. Vége.